Szeretettel köszöntöm a stúdióban André Pétert, az Agrán Marketing Centrum igazgatóját. Beszélgetésünk apropója pedig ismét Omék. Mikor is lesz? Köszöntöm én is a bennünket nézőket. Október 7 és 10 között a Hung Expo. Ez most egy kicsit rendhagyó Omék, ugye? Jól tudom. Hát rendhagyó az Omék, meg rendhagyó az év is. Meg azt szoktam mondani, hogy olimpia, meg foci EB az páros évben, omék meg mindig páratlan évben van. Hát idén volt olimpia is, meg foci EB is, meg lesz omék is. Ami egy picit rendhagyó az az, hogy az időpontja az oméknak az a vadászati világkiállítással az egy a természeten non-profit Kft. rendezvényével egy időben lesz. Így egy olyan köztes vagy hibrid megoldást találtunk, ami nagyjából úgy elképzelhető, hogy a vadászati világkiállítások párhuzamosan, szintén a Hung Expo egyfajta társrendezvényként vagy side eventként zajlik majd a Fehova is, meg az Omék is. Az Omékról mindig mindenkinek az az elképzelése, hogy szép gépek, sok állat, és idén ez megvalósul, vagy most egy kicsit másra kerül a fókuszálás? Az Omék az mindig egy olyan mezőgazdasági élelmiszeripari seregszemlé, aminek valójában három arca van. Az egyik ilyen arc az arról szól, hogy a magyar vidéket, a magyar agráriumot megmutassuk azoknak is, főként a fővárosban, akik viszonylag ritkán találkoznak ezzel a világgal. Hisz mindnyájunknak fontos az, hogy mit teszünk, amit teszünk, az honnan és hogy kerül az asztalunkra, és nem elég erről sokszor olvasni, vagy a mai modern korban közösségi média videókat megnézni, hanem a legjobb az, hogyha személyesen látjuk azt, hogy mi történik a magyar vidéken, lehet találkozni a gazdálkodóval, lehet találkozni az állattenyésztővel, lehet találkozni a mezőgépgyártóval, és azt a tudást, azt a hátteret, azt személyesen is ott létkeretében lehet elsajátítani. Na no, hát az oméknak a régi fő feladata az ez, hogy a fővárosban a magyar vidékben mutatkozzon, és a magyar vidékkel ritkán kapcsolatba kerülők is láthassanak egy szeletet a, a hazai agráriumból. A másik um, fókusz az mindig a tudástranszferen van az Omékon, mint ahogy a korábbi esztendőkben idén is lesznek konferenciák, sok színű a konferencia program, két helyszínen zajlanak majd egyébként ezek az előadások. Tehát a hazai agrár tudás bővítését és ezt a szellemi találkozási pontot, fórumot ezt az omék az idei esztendőben is kiteljesíti majd. A harmadik célja az oméknak, mi talán a legfrissebb vagy a legújszerűbb, és hát a 2019-es omék viszont kommunikációjában és arculatában is részben már erre az új irányra igyekezett felülni, az a hazai élelmiszeriparnak a üzleti fókuszú megjelenítése. És ha Körülnézünk a saját házunk telen, akkor azért az látszik, hogy a hazai magyar élelmiszeripar az elmúlt tíz évben bődületesen bírt fejlődni, mind a hazai, előállítás, a hazai termékelőállításban, mint pedig az exportpiacokon való részesedés elfoglalásában, de még mindig nem értük el azokat a kívánt számokat, amelyre egy... Um, agrár élelmiszeripar szempontjából felett országnak szerintem szüksége volna, hogyha például az export szerkezetet vizsgáljuk, akkor azért még mindig az látszik, hogy nagyjából kétharmadát a hazai agrárexportnak a nyersanyag, egyharmadát pedig a feldolgozott élelmiszer teszi ki, de ezeken a számokon kéne elfordítani, erre most az Agrárminisztérium és a magyar kormány által rendelkezésre bocsátott források a következő időszakban ott vannak, rendelkezésre állnak, de nagyon fontos, hogy segítsük a gyártókat a piacra jutásban is, keressük a bel- és külpiaci lehetőségeket, és az Agrármarketing Centrumnak egy régi feladata a hazai élelmiszer export fejlesztése. Viszont mindig azt mondom, hogy egy ilyen munkát azt nem elég kinn külpiacokon megnyerni, ahol hát nehéz egy közepes méretű országként kellő hangerővel hallatni a hangunkat. Nagyon fontos, hogy itthon, hazai pályán is sikerre vigyük ezt az ügyet, és fontos olyan fórumokat találni, ahol az élelmiszergyártók be tudnak mind a bel, mint pedig a külpiac számára mutatkozni, és én szerintem az omék az potenciális nagyon rendezvény lehet, ahova, hogyha meg tudjuk szólítani az élelmiszergyártókat, és meg tudjuk szólítani a piaci szereplőket, akkor egy találkozási pontot tudunk számokra biztosítani. Ilyen nincs Magyarországon, és ha az Oméknak a 20. századi um, hivatását vagy misszióját nézzük, akkor szerintem ez a rendezvény tudja szolgálni ezt a célt. A technikai kérdésekre is térjünk ki. Gyakorlatilag a helyszín marad a Hungexpo területe? Ez így van, hát a Hungexpo komoly változásokon ment keresztül az elmúlt egy-másfél esztendőben. A vadászati világkiállítás büdzséjének egy jelentős része az valójában Hungexpo átépítését, felújítását szolgálta. Új pavilonok, új csarnokok épültek, új konferenciaterem épült, és az egész épület együttes vásári tér, rendezvénytér megújult. Most ebben az új rendezvénytérben kettő pavilont fog majd az AMC az omék megszervezésére, szabad területet, konferenciát, helyszínt fog használni. Tehát, hogyha négyzetméter számban vizsgáljuk, akkor az idei omék az kisebb lesz a Hung területén, de bízok benne, hogy tartalmi értékében nem lesz kevesebb. Az állattenyésztés élőállatbemutatóval egybekötve a mezőgépesek, az élelmiszeripar, az agrárszakmai programok, a terméktanácsok, élelmiszeripori gyártók kint lesznek és be fognak mutatkozni az idejomékon is. A szakmai konferenciáknak a tartalmi részéről tudhatunk már valamit? Ez a munka még folyamatban van. Nem titok, maximálisan túl van töltve egyébként a szakmai panelje az omélyeknak. Hát igyekszünk minél színesebb szakmai konferencia programot összerakni, hogy a hazai agrárjelmiszer minden vertikuma be tudja mutatkozni a, most egy kicsit a pandémia miatt ugye összesűrűsödtek ezek a rendezvények, hiszen majdnem egy-másfél évig ugye ezekre nem volt lehetőség. Nagyon sok a program. Hogy érzékelik, hogy tulajdonképpen a kiállítók is és a látogatókra is ez nagy terhet bírják? Milyen az igény az ilyen részvételekre most? szerintem számos ágazat szenvedte el azt a csapást az elmúlt másfél esztendőben, hogy nem tudtunk személyesen találkozni, nem tudtunk együtt lenni. A kérdéseinket, a tudásunkat ezt nem tudtuk egymással megosztani. És ha van olyan ágazat, amit ezt különösen súlyosan tudott érinteni a másfél évben ez a helyzet, az pont az agrári élmiszeripar, mert hát a mi az, ahol a legnagyobb jelentőség annak van, hogy személyesen találkozzunk, egy-egy terméket meg tudjunk nézni, meg tudjunk kóstolni, meg tudjunk illatolni, egy pohár bort az ember a kezébe tudjon venni, a szőlős gazdával tudjon beszélgetni annak a bornak az élet útjáról, hogy egy-egy hazai terméket közösen tudjunk kóstolni. Hát ezek szerintem ennek a szakmának bődületesen hiányoztak. Úgyhogy az jó hír, hogy ezek a rendezvények most um, év második felében javarészt kerülnek. Az is igaz, hogy nagy a csatazaj, uh, hogyha az omékot vizsgáljuk, akkor az most már egy um, két évre visszanyúló hagyomány, hogy az oméknak vannak társrendezvényei. És azért döntött úgy az Agrárminisztérium és a minisztérium döntése szerint jár el az Agrármarketing Centrum, hogy két vidéki nagymúltú rendezvényt, a Bábolnai Gazdanapokat és a Hódmezővásárhelyi Áltenyeztési Napokat kiemel, mint társrendezvény ebből a nagy csatozajból, és a élelmiszeripar és a mezőgazdasági számla Budapesten az Omékon zajlik, két nagyon fontos ágazat pedig a hazai agrárgépészet, illetve a hazai állattenyeztés pedig két vidéki helyszínen, Bábolnán és Hódmezővásárhelyen tud bemutatkozni. Egy ideje, ugye az is már szoba került, én azt gondolom persze, hogy nem a mi területünkön, de azért lehet ezt hallani, hogy ugye a kiállítások ma már más üzenetet hordoznak, mint régen. Ez valószínű a zomékra is jellemző, ugye, hogy nem, nem kifejezetten azért jönnek el, és azért vesznek részt a cégek, mert közvetlen gazdasági hasznot remélnek ettől. Hát az Oméka az ország legnagyobb múltú mezőgazdasági eseménye, tehát én azt gondolom, hogy azért az Omékon való megjelenésnek, részvételnek, kilátogatásnak azért van egy hagyományokban gyökerező presztízse is, mégiscsak ez a NAMBER van a magyar mezőgazdasági kiállítás, tehát szerintem ennek a mentő részvételnek egy ilyen oka is van. Nyilván nagyon fontos a fogyasztóknak, vásárlóknak, közönségnek történő beutatkozás az omékon, és hát ami a mi törekvésünk az az, hogy az üzleti fókuszus, fókusz is erősödni tudjon az omékon, és hát nem titok az idei omék sajtóprogramjában is alapvetően üzleti élelmiszeriparhoz kötött sajtóesemények szerepelnek. Egyrészt a KMVD nek a idei sajtótájékoztatója, bemutatkozója az az omékon lesz, másrészt pedig van az Agrármarketing Centrumnak egy újszerű vállalása, ami szerintem hosszú távon szolgálja a hazai élelmiszeriparnak a céljait. Egy olyan online katalógust hoztunk létre az elmúlt időszakban a kollégáimmal, amely valós időben mutatja be a teljes magyar élelmiszeripari vertikumot. Na, hát ennek a bemutatkozó sajtótájékoztatója a szakmával történő megismertetése, a hazai élelmiszeripari cégek megszólítása, hogy ebben a közös munkában vegyenek részt, a zomékon fog történni. Tehát számunkra nagyon fontos, hogy az üzleti célokat is, és ne csak a közönség célokat szolgálja majd az idejomék. Sokat beszélünk a mezőgazdaságban, a generációváltásról. Mi magunk is itt a stúdióban sokszor vendégül látunk generációváltó családokat, hogy bemutassuk a pozitív példákat is. Az Omékon bármi ilyen összefüggésben lesz-e valami rendezvény, vagy az élelmiszer-gazdaság területéről esetleg több generációváltó és már fiatal által vezetett cégcsoport mutatkozik be, Hát egyrészt az Omix szakmai programjában a generációváltás, a fiatal gazdák helyzete meg fog jelenni. másrészt pedig arról tudok beszámolni a bennünket követőknek, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is közel tízezer agrárszakképzésben tanulót várunk majd az Omékra. ra Tehát célunk az, hogy aki az agrárszakképzésben, részt vesz, az ne csak elméleti, hanem a gyakorlati oldalát is lássa ennek a szakmának. Így is segítsük őt pályán tartani, és így legyenek belül potenciális generációváltók majd. Ezen túl természetesen az agrárfelsőoktatással is van együttműködésünk, az agrárszakképző intézetekben mutatkoznak az Omékon, és hát van egy az én szívemnek nagyon kedves program, amely hát számos ponton kötődik a hazai vidékhez és élelmiszergazdasághoz, a stílusos vidéki éttermiséggel, amely az ország legjobb vidéki fogja össze, és most már több mint 200 magyar kistermelőt fog össze, akik beszállítanak ezekbe az éttermekben, no, hát ezzel a szervezettel egy szakácsiskolák számára szervezett főzőversenyt bonyolítunk majd le az Omékon, látványfőzéssel, online streameléssel. Nyilván ennek a rendezvénynek egyrészt az is a célja, hogy a magyar szakácsképzés, de mellette egyébként a magyar termékeket is promotálni tudjuk majd a szakma felé. Hát ha már főzés akkor, és gasztronómia, akkor nem hagyhatom ki a kérdést, hiszen az Agrármarketing Centrum is sokat tesz a magyar bor népszerűsítéséért. Esetleg itt a gasztronómiai versenynek része lesz, mondjuk, hogy milyen ételekhez, milyen borokat is ígyunk? Nem, viszont egy önálló borpromóciós standot fog építeni az Agrármarketing Centrum, a célunk, és maximálisan egyetértve és csatlakozva válni moderation a szellemiségével az, hogy a kultúrát, minőségi borfogyasztást népszerűsítsük. Így ezen a standon, amellett, hogy a magyar borágazatot igyekszünk majd bemutatni, kóstolásra is lehetőség lesz, de szakmai kóstolásra, tehát előregisztráció szerint egy vezetett borkóstolás zajlik majd ezen a standon. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy 12 fős szemináriumi körasztalt fogunk építeni, oda a kiberegisztrált időpontra őhet, és egy szomáli egy vezetett borkostulat fog nekik előre kiválasztott tétel sor alapján tartani. Bízunk benne, hogy ezzel is a, a minőségi kultúrát és szakmai szempontú borfogyasztást tudjuk népszerűsíteni. A Külön lesz szakmai nap az Omékon és közönség nap, vagy itt most ez nem különül el? Hát hagyományosan a a pénteki nap szokott a szakmai nap lenni, de szombati napon is tartunk majd szakmai, pontosan azért, mert rengeteg társszervezet jelentkezett konferencia lebonyolítására, pont ezért a szombati napon is tartunk majd szakmai programokat. A belépőjegyről beszéljünk egy kicsit. Közös belépő lesz szabadászati világkiállítással, vagy önállóan lehet, aki csak az omékot akarja megtekinteni, ez hogy fog történni? Hát ez is egy jó hír, hogy ha bár területében lehet azt mondani, hogy az programjában nem, de területében kisebb lesz az omék, hogy valójában a látogatóknak területében is nagyobb lesz a megtekinthető tér, ugyanis az omék napi egy a vadászati kiállításra való teljes körű belépéssel együtt jár majd. Tehát aki kilátogat az omékra, az az omékot követően meg tudja tekinteni a teljes vadászati világkiállítást is majd. Online lehet majd jegyet rendelni? Igen, online is lehet, meg majd a Hung Expo is lehet jegyet vásárolni. Akkor más nem marad, csak az, hogy mindenkit invitáljunk majd az omékra, előtte a társrendezvényekre, és sok sikert kívánjunk. Nagyon vissza. szépen köszönjük, és én is mindenkit hívok. Klassz, érdekes, és bízok benne, hogy szakmailag is tartalmas lesz az idejó omék. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.